5 éves koromtól már küzdősport voltam 10 éven keresztül. Apunk tartotta otthon, Záhonyba. Jitsuztam egyébként, önvédelem. De aztán hogy tovább tanulás miatt így ez abban is maradt. Onnantól kezdve teljesen így ilyen önpusztító kamaszkor jött, lépett az életembe. Amikor elkezdtem a saját testsúlyos edzést, akkor mély ponton volt az életem. Nagyon-nagyon önpusztító életet éltem, akkor csak az alkohol, bulik, minden, ebbe láttam úgymond a menekülést, így utólag azt lehet mondani, nem is inkább az, hogy élveztem volna. Akkoriban úgy tűnt, hogy igen, de most így visszagondolva, hát nem tudom elképzelni, hogy voltam valaha ilyen. Minden nap meg volt az, hogy egy sör, egy fél, és akkor egyszer nyár végén emlékszem, hogy az egész nyarat végig buliztam. Tükörben néztem, és akkor felütött a krak. Egész életemet befolyásoló döntést hoztam, mert meg akartam mutatni, hogy nem egy lezüllött, deviáns, alkoholista, drogos ember vagyok, hanem aki tényleg képes hinni magába, és le tud győzni egy olyan betegséget, amiről sokan azt gondolják, hogy ezt gyakorlatilag nem lehet. Kitöltem már mély depresszióból, szorongásból, erős szorongásból, ugye a pánikbetegségből, hogy ezek mind-mind a betegségeknek olyan fajtája, amikkel mentálisan kell megküzdeni, és én úgy gondolom, hogy ez egy igen erősen igénybe veszi az embernek az akaratát, meg úgy mindenét, hogy összeszedje a tudását, hogy ez sikerüljön. Tehát voltam olyan szinten, amikor tényleg nem hittem már azt, hogy én ebből ki tudok jönni egyáltalán, hanem hogy már attól féltem, hogy feladom az egész életet. És az nagyon félelmetes olyankor, amikor már tényleg ennyire nem lát az ember kiutat. És itt azt lehetne mondani, hogy már rég gyógyszer kellett volna, meg minden, de megtaláltam egy olyan megoldást, ami az, hogy a múltból él az ember. Mindig a múlt tapasztalásaiból számít ki mindent, tehát a tudatod, a tudat alattid. Mindenkinek vannak olyan múltbeli dolgai, amit nagyon elnyom magában, ami ugye az élete későbbi szakaszában felszínre tör, és nem fogja érteni, hogy ez most mi történik velem. Olyan emberekkel történnek ilyen dolgok, akik életükben nem gondolták volna, tehát tök vidám, gazdagok, van pénz, van minden, és egyszerűen elkapja őket egy ilyen, ami a múltból adódóan nagy hatalmas sérelem, és elnyomta, vagy több sérelem, amiket elnyomott, vagy frusztráció, ami miatt sikeressé vált, amit felhasznált ugye, de mivel ezeket a dolgokat nem kezelt a saját magán, így kitörtek. Ezeket fel kell dolgozni, egyszerűen meg kell tanulni elengedni. Tehát úgy feldolgozni, hogy oké, megtörténtek, nincs ezzel semmi baj, és megtanulni elengedni. És nem azt, hogy elnyomni, és akkor nekem nagy sérelmem van, mert az mekkora geci volt, meg ez, meg izé, meg engem így átejtettek, ilyen körülményekből jöttem, és én engem az élet nevelt, meg az izé. Azon kell dolgozni, hogy a múltat el tudjuk engedni, és folyamatosan jelenben lenni, nem a múltban. A múlt meghatároz, de nem lehet teher. Csökkentsd a terhet, és fuss új élet felé. Jet Li ezután változott meg, és ez azóta is ilyen mottom. Mert nem a múltból kell élni, hanem a jelenedet kell figyelni. Folyamatosan inkább arra kéne összpontosítani, ami körülötted van, ami körülötted zajlik. A körülötted lévőkkel, a körülötted élő személyekkel, szeretteiddel. Szóval, mit jelent a sport? A sportra én másképp tekintek, sőt nem, mert amúgy sok ember tekint a sportra úgy, mint az élete megmentőjére. Mert sokan, nagyon sokan a sportba találják meg magukat. Miért? Mert a sport tényleg egészséges, és itt most nem ilyen sportra gondolok, hogy a mozgás azért kell, mert ezáltal energizálod a saját testedet, és adsz egy olyan impulzust a testednek, ami által jól is fogod magad érezni, meg hát ugye ez növeli az önbecsülést is, meg rengeteg olyan pozitív hatása van, kihatása az életedre, ami alapján sokkal jobban fogod magad érezni. Ugye cél mindegyik statikánál, tehát a kézállástól kezdve első függőmérleg, hátsó függőmérleg, keresztfüggés, fecske, támaszmérleg, stb. Statikánál fontos a szabályos kivitelezés, de ezt nehéz elérni nagyon, mert eleinte nincsen izomérzeted, nem tudod, hogy engedd a törzset, hogy told ki, hogy húzd be,
hogy domboríts, hogy homorítsál, mert sok gyakorlathoz kell, hogy feszítsél, és ezt még nem tudod, mert ugye nincs tapasztalata az izomnak se, tehát nincs izommemóriába benne a maga a mozgás, és eleinte nem tudod megcsinálni szabályosan, ahogy gyakorolgatod, úgy erősödnek meg az izmok, amik éppen egy adott gyakorlathoz kell, és aztán kezded érezni, hogy ja, hogy így, és akkor utána kezd tökéletesedni a forma, ami annyit takar általában statikánál, hogy ugye nyújtott kar, nyújtott törzs, tehát úgy törzs, hogy az egész test egyenes legyen, tehát nem az, hogy kicsit törött, vagy ilyesmi. Ezt nehéz elérni, de erre törekszünk általában, akik statikát gyakorolnak, ugye nyilván az a cél, hogy szép is legyen, ha már meg tudom csinálni. Came about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit him with it, hurts, kill him softly. Bong stretch, trying to clear my mind, even talk less, hopelessness. But I'm in this shit, full flesh, talk reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs, bro. Put a ram down, that they coming from my head though. Funny thing about it, they don't know it's in my head though. Schizo, maniac and finna go klepto. So hands on, kinda hard for me to let go, let go. Stacking presidents like a Lego. Would introduce you to my friends, but they dead though. Came about the mud, brush the dirt up. Ugye gimiben én mindig féltem a magasságtól, én állandóan azt mondtam a tanárnak, hogy talán én nem megyek fel, főleg inkább a gyűrűnél, meg a szejátornánál volt ez a korlátom, hogy én inkább beirattam az egyes, de nem mentem fel a gyűrűn, hanem egyszerűen féltem. Most már ugye a szenvedélyemmé vált, gyakran ugye, sőt, szinte szerintem csak ez az egyetlen járható út, hogy a félelmeiden átvezet a megoldás. Ha ott nem mész keresztül, akkor mindig ezelől menekülni fogsz, bújni fogsz. De a félelem meg mindig ott lesz, lihegni fog a nyomodba, és azt mondja, hogy itt vagyok még mindig, és valakit ez annyira beforgat, hogy tényleg depressziós lesz, és innentől kezdődnek a komolyabb problémák. Hogyha szorongsz, akkor az onnan indul, hogy van egy gondolatod, ugye azt követi az érzelem, tehát nagyon sokat számít az, hogy hogyan gondolkozol, ezért van az például, hogyha jövőben elmerengve a legrosszabb kimenetet elkezded elképzelni, ugye a múltad alapján, ahogy eddig azt megélted, mert ugye csak onnan tudod a tapasztalásokat kivetíteni, hogy na vajon a jövőben az hogy zajlódhat, de ez mind ugye tudatalatt történik, de mégis a múltad határozza meg ezeket, akkor elkezd el aggódni, szorongani, és minél többször ezt a gondolatmintát követed, ez állandósul, míg végül a személyiségeddé válik, és akkor utána folyamatosan szorongani fogsz, és hogyha ez a szorongás nagyon sokáig fennáll, akkor ez ugye rámegy a szerveidre is, rámegy az életminőségedre is, az alvásodra is, rámegy a testtartásodra is, az izmaidra is, folyamatosan feszengsz, feszülsz, és azt egyszerűen kicsinálja a szervezetet. Mivel ugye a test a te tudattalan elméd, ő nem tudja, hogy te, amit te elképzeltél a jövővel kapcsolatban a legrosszabb kínálta, hogy azt most tényleg megtörténik, vagy pedig csak elképzeled. Ergo a szervezet ez ugyanúgy reagál, mint hogyha valós helyzetben lennél, és mivel az emberek túl sokszor aggódnak, meg túl sok ilyen negatív gondolataik vannak, ugye ez van nyomó többségben, és állandósul, és utána végül tényleg szoronganak, pánikrohamot tölnek rájuk, és ezt kell ugye tudni megoldani. Valamire negatívra jobban hajlanak az emberek, jobban beszívják, pedig amúgy sokkal több a pozitív. Csak ezt nem veszik észre, nem erre figyelnek, ugye mindig csak a negatívat, mert a jót azt már természetesnek veszik. És ezért, amikor ér valami negatív impulzus, az egyből holott egy kis mentális váltás kéne, hogy mostantól tényleg csak a jóra fókuszáljuk. Ugye alapvetően hogyan változtatunk az életünkön? Lépésekbe. Hogyan győzzük le a félelmeinket? Lépésekbe. Ez is egy olyan út, amit ki kell taposni, végig kell járni. Így például lehet ott is kezdeni akár, hogy nem a legrosszabb kimenettel képzeled el, hanem a legjobbat, és akkor már egy kicsit oldottabbá válsz. És minél jobban ezt a gondolatmintát gyakorlod, annál kevésbé leszel benne ebbe a spirálba, ebbe a szorongás, pánikrohan, depresszió spiráljába, mert tudni fogod, hogy mi az ellenszer. Ezáltal ugye az agyat a hardware kap egy új szoftver, és már nem a múltban fog élni, tehát nem a múltból fog táplálkozni.
mindig hinned kell magadban, mielőtt hozzákezd el. Ha ez nincs meg, akkor nem fog menni. És nem azért, mert negativitás, hanem azért, mert hinni kell saját magunkban, mert saját magadból tudod csak az erőt szerezni, semmi másból. De hallhatsz véleményeket, meg hallgathatsz tényleg motivációs dolgokat, segít, nyilván segít, de hogyha te nem akarod igazán, akkor nem fog menni, és erre senki más nem fog rávenni, senki nem tud cselekedni helyetted, ezt neked kell elkezdeni, az első lépést, utána már minden jön magától. Könnyebb irigyelni valamit, mint megdolgozni érte, könnyebb panaszkolni, mint ugye megoldást találni, és könnyebb kifogást keresni, mint cselekedni, erről van szó. Kiskorom óta sportoltam, 5 éves koromtól egészen 10 éves koromig nyomtam a jitsut, faterom oktatta Záhonyba, ő volt a mester, aztán ő vitte el versenyezni. Hát persze mindig én voltam a kísérleti nyúl, mivel mindig a fiát akarta, hogy ő legyen a legjobb, meg minden, és én voltam a legjobb. Világbajnokságot is nyertem, az első verseny, amire kijutottam, az már a világbajnokság volt, Florian Neuhartingban, március 18-án, akkor volt a névnapom, 2000-ben, 10 éves voltam akkor, és utána jöttek európai bajnokságok is, meg még országos bajnokság. Aztán ugye, hogy elkerültem gimibe, utána akartam volna még folytatni a küzdősportot, a jitsu vonalat, viszont Debrecenben nem volt olyan minőségi az oktatás, hogy azt mondtam volna, hogy ja, én oda szeretnék menni, így abba maradt így az egész. Jackie Chan filmeken nőttem fel, meg ugye a Rocky filmeken, és ugye a Jackie Chan filmekben jó, hát mindenki azt mondja, hogy az megjátszott meg izé, de akkor is az egy keményen betanult koreográfia, és azokat a mutatványokat meg kell tudni csinálni, tehát ez nem lehet csak kötéllel, és ugye Jackie Chan meg pont nem arról volt híres, aki ilyeneket csinált, hát mivel ő volt a saját maga kaszkadőre is, és nekem ő egy ilyen példakép, akivel egyszer fogok még találkozni, remélem, és pár évvel ezelőtt én már elkezdtem így több stílusba, tehát már nem csak jitsuba, hanem ilyen több stílusból átvenni bizonyos elemeket, és akkor mindegyikből kiszedtem a magamnak azt, ami nekem tetszik, és azokat gyakorlom. Csináltam egy táblát a kitűzött céljaimról, álmaimról, olyan dolgokat raktam ki, amik motiválnak, meg olyan dolgokat, mondjuk helyszíneket, ahova még el akarok jutni. Volt olyan helyszín, ami kim volt, de most már leszettem, és a saját képeimet raktam ki, ahova már eljutottam, és ezeket szeretném idővel folyamatosan lecserélni. Például a helyszínek, ahova el szeretnék még jutni, azokat ugye a saját képekkel megtölteni. A motivációs idézetek meg azért jók, mert mindig emlékeztetnek arra, ha esetleg elfelejteném, hogy miért is kezdtem el annak idején, és hogy ez nekem miért jó, mert nyilván nem lehetek én is mindig high energy-n, hanem nekem is nyilván vannak nehéz napjaim, meg olyankor, amikor tényleg az ember inkább lustulna, amivel alapvetően nincsen gond. Itt a gondot kezdődik, amikor rendszeresíti az ember ezeket. Egyszer oké, de utána másodjára meg kell gondolni, hogy még egyszer akarom, mert akkor már harmadiknál még könnyebben fogok igent mondani. És nem meg kell húzni egy határonat, ahol tudom, hogy most ez ennyi kijár, ez oké, ez rendben van, ezt élvezni fogom. Például mondjuk most mondok-e valamit, egy csaló étkezés, mondjuk kijár,
mert már tényleg dolgoztál, volt egy cél, amit el akartál élni, elérted, és úgy, hogy valahogy most ez így kijár, és nem érezni utána a bűnbánatot, hogy ó, nem kellett volna, mert ez most kukába ment X munkám, hanem élvezni, és tovább még nem szabad erre ráfeszülni, rágörcsölni, hanem egyszerűen csak tényleg kielvezni, és akkor oké, ugyanígy van azzal, hogyha nem edzel, ez sincsen gond, hogyha nincs minden nap kedved edzeni, például mondjuk heti 5 edzésed van, és csak 4-et mész, vagy 3-at, de akkor úgy vagy vele, hogy jó, 3-at most megyek, 2-t most nem, tehát nem egyben nyomod le az 5-öt, viszont utolsó 2 napot meg lenyomod. Tehát, hogy hamarabbra hozod mondjuk a pihenőidőt, és ez is általában tud egy kicsit úgy segíteni. Az emberek úgy élnek, mintha tényleg azt gondolnák, hogy sohasem halhatnának meg, viszont úgy halnak meg, hogy nem is éltek. Éj szenvedéllyel és taníts példamutatással, ezt az elvet vallom még ma is. Mindenki tehet jó dolgokat az életében, hogyha tudunk, akkor segítsünk másoknak. És ezek az apró dolgok hoznak hatalmas változást, hatalmas pozitív változást. Lehet azt mondják, hogy az élet nem egy tündérmese, gyakran hallani ezt, én pedig azt mondom, hogy te írod a saját történetedet. Definition of a champion, definition of a champion. Everyone's a winner. If you fall, get up, you can still get bigger. The definition of a champion, definition of a champion. No.